célunk az volt, hogy ugye megmutatni magunkat, és aktívan versenyezni, és ugye ez maximálisan sikerült is. Én egy dobogós helyezésben bíztam, de így, hogy az a legfelső foka lett, ez nagyon-nagyon jó. Magyar válogatottban inkább azok kerültek be, akik amúgy nem tudtak volna jönni, mert például Walter Attila is a CCC-ben van, és így tovább. Hát jó eredmények azért kellettek hozzá, de leginkább a Dél Zsolt döntötte, hogy ki fog jönni. Hát délután elég jó pozícióban voltam, ott sajnos bukásba keveredtem, és vasárnap újra próbálkozom. Büszke vagyok, hogy a csapat tagja lehetek, és hogy megpróbálom oda tenni magam, ahogy csak tudom. Ha a fiatal éveimet is beleszámoljuk, akkor szerintem nagyjából 15 éves korom óta azért elég sok válogatott versenyen vettem részt. Magyarországon a Tour de Hague-n azért nagy élmény magyar válogatott mezben menni, mert mindenki szurkol nekünk, azért minket könnyebben meg is ismernek, mint a külföldi csapatokban lévő magyarokat. És hát igen, jól esik a biztatás a szakaszok közben. Próbálok azért nekik segíteni a következő napokban, meg ugye azért amennyit tudunk azért a verseny előtt, után azért át szoktuk beszélni a szakaszokat.